Mostantól már nem csak az iskolai sportcsarnok és egy emléktábla, hanem dicsőségfal is őrzi Demeter Vilmos nevét a Széchenyiben. A csarnok előterében három tabló látható, egyik az iskola meghatározó testlevelőjének, Székesfehérvár díszpolgárának életútját mutatja be, a másik kettőn pedig sportáganként felsorolják azt a 138 sportolót, akik kiemelkedő eredményeikkel dicsőséget hoztak az iskolának. Cserpalkovics András úgy fogalmazott, Demeter Vilmos sokat adott az iskola és a város közösségének, meghatározó személyisége és nagybetűs polgára volt Székesfehérvárnak. Egyrészt Demeter Vili bácsira emlékezünk, másrészt pedig olyan egykori Széchenyi is diákokra, hallgatókra, tanárokra, akik sokat tettek ezért a közösségért, és azon belül a sport területén pedig akár még a Széchenyin kívül is, akár városi, akár országos megmérettetésekben is vitték a város, illetve az iskola jó hírét, olyan eredményeket értek el diákként, vagy később mondjuk felnőtt sportolóként. Szerintem nagyon szép dolog, hogy emlékeznek és emlékeztetnek is. A 2013. júniusában 94 évesen elhunyt Vili bácsi tanítványai tisztelték, becsülték, rajongásig szerették. Személye és tevékenysége jóval túlmutatott az intézmény falain, hiszen ő honosította meg Székesfehérváron a kosárlabdát és az öttusát, illetve ötszörös magyar bajnok atléta is volt. Por Mária igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes kiemelte, Demeter Vilmos meghatározó példa az iskola sportéletének alakulásában. Demeter Vilmos motorja volt tulajdonképpen a testnevelésnek a régi Széchenyiben, Ságváriban. Ő 1947-től 1979-ig aktív tagja volt a tantestületnek, de utána még 20 évig itt tanított. Nagyon jó közösséget épített, rengeteg élsportoló került ki a kezei közül, és tulajdonképpen még mindig az ő emléke miatt jönnek vissza régi diákjai. A tablók lelepezése után a résztvevők megkoszorúzták a sportcsarnok falán található Demeter Vilmos emléktáblát, majd közös beszélgetésen vettek részt, amelyen felidézték a régmúlt idők legszebb széchenyis történeteit.